A mai videóban a vas szerepéről, feladatairól, működéséről, illetve a hatékony vaspótlásról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A Föld lakosságának igen nagy aránya, több mint 1 milliárd ember vashiányos. Vasnak a hiánya a vashiányos vérszegénység állapotát okozza, melynek legfőbb tünetei a fáradékonyság és a gyengeség, a sápadt arc, a törékeny barázdált körmök, az elvékonyodó haj és a hajhullás. További tünetek a fejfájás, a gombóc és torokszorítás érzet, az ingerlékenység, a nyugtalan lábszindróma és a jégrágása iránti vágy. A vas hiányát hölgyeknél nagyban elősegíti az erős intenzív menstruáció, melynek 10-ből 9 esetben a legvalószínűbb oka az ösztrogén dominancia. Ebben az esetben az ösztrogént kell rendbe tenni, melyhez a legfontosabb teendők a jódpótlása, például algákkal, a sok keresztes virágú zöldség fogyasztása és a máj jelentős megtámogatása. A vas hiányát okozhatja a gyomörfekély és a bélfekély is. Ebben az esetben a fekét kell rendezni, melyhez nagy segítség a bőtölés, a cinkkarnozin, a klorofil bevitele, például sok zöldszínű zöldség és a klorella alga, a manukaméz, a búzafüli és a káposztali a legjobbak. Vezethet vashiányhoz az aranyér is, csak úgy, mint a menstruációnál itt is a vérzés miatt. Okozhatnak vashiányt egyes antibiotikumok is, illetve ha van valamilyen problémák a vastagbélben. Vashiányhoz vezetnek a magas lázzal, a fertőzéssel és a gyulladással járó állapotok is, mivel mind a hasznos, mind a káros baktériumoknak szükségük van a vasra a fejlődéshez. Gyulladás, láz és fertőzések alatt az történik, hogy az értünk tevékenykedő hasznos baktériumok az immunrendszer védekezési mechanizmusának a részeként elzárják, megkötik a szabad vasat, hogy a káros baktériumok ne jussanak hozzá, hogy ne tudjanak szaporodni. Itt kifejezetten fontos kiemelni a krónikus gyulladásokat, például amelyek ugye autoimmun betegségek során jelentkeznek. Ezzel kapcsolatban ajánlom figyelmetbe az itt lévő videókat. Tehát még egy fontos érvünk van arra, hogy növeljük a bélbaktériumaink számát, hiszen minél több a hasznos baktérium a belegben, annál több vasat tudnak megkötni, elzárni a káros baktériumok elől. Vegánoknál nagy az esély a vashiányra, mivel a növényekben lévő vas ugye sokkal kisebb hatásfokkal szívódik fel, ezért rendkívül fontos rengeteg növényi eredetű C-vitamint pótolni, mint például frissen facsart citromlevét, paprikát és savanyú káposztát. Az aszkorbinsav, tabletta, por vagy cseppek nem nagyon tud hozzájárulni a növényi ételekben lévő vasnak a hasznosulásához, mivel ugye nem teljes értékű C-vitamin. A vas felszívódását és a vas megfelelő működését a szervezetben a C-vitaminon túl segíti az A-vitamin és a beta-karotin, a B9 és a B12, illetve a réz. A legfőbb vashiányhoz vezető ok, ha nem is önmagában, de mindig jelen van kisebb-nagyobb mértékben, a gyenge gyomorsav. Ha gyenge a gyomorsav, ha nem elég erős a gyomorsav, melynek legfőbb tünetei a puffadás, a bélgázok, az elfogyasztott ételek nem bomlanak le megfelelően, így sok mikrotápanyag nem szívódik fel az emésztés során. A gyomorsav gyengülésére a két legérzékenyebb ásvány a kálcium és a vas, azaz a szintjük csökken a leggyorsabban. Bármilyen fajta vashiányunk is van, a gyomorsav erősítésére minden esetben célszerű gondolni. A gyomorsavat erősíthetjük a bőtöléssel, almaecet vagy almaecet kapszula, illetve betain-hidrokloridnak a fogyasztásával étkezések előtt és közben. A kálcium, a cink, a magnézium és a réz versenyeznek a vassal a felszívódás során, tehát ha ezeket az ásványokat pótoljuk étrendkiegészítővel, nagy mennyiségben, hosszú távon, gondokat okozhat a vas szintünkben. Mind a vashiány, mind a vas túlsúly problémát jelent a testünk számára. Ugye a vashiány azért, mert a vasra szükség van létfontosságú folyamatokhoz a szervezetünkben. A többlet viszont azért, mert a testünkben nincs egy kifejlődött mechanizmus arra, hogy távozzon a felesleges vas, melynek hatására hosszú távon sejt- és szövetoxidáció jelentkezik, ami lényegében egy hasonló rozsdásodás a testünkben, mint amit a szabadban hagyott vastárgyakkal is ugye történik. Ez utóbbi a legfőbb érv arra, hogy miért legyünk óvatosak a vas különpótlásával, étrendkiegészítőkkel. A másik pedig, hogy a vasnak nem igazán van olyan formája tablettákban, szirupokban, kapszulákban, amely hatékonyan szívódna fel, így a vas készítmények szedésével vas töblete alakulhat ki. Nem csak a konkrét vas készítményekre érdemes gondolni, hanem a vasat is tartalmazó multivitaminokra, illetve az esetlegesen vassal dúsított élelmiszerekre is.
Ha mégis vasat pótolnánk készítményekkel, részesítjük előnyben a liposzómás vas bízglicinátot. Ha nem mesterséges forrásba szeretnénk bevinni a vasat, nagyon jó természetes vasforrás a spirulinalga. A felesleges vas távozásához, illetve a túl sok vas mellékhatásainak a csökkentéséhez az egyik legjobb készítmény az IP6, vagy teljes nevén az inositol hexafoszfát, amit étrendkiegészítő kapszula formában kaphatunk. És végezetül az állati eredetű ételek a legjobb vasforrások, ezen belül is a vörös húsok és a májételek. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!